A zenészvilág legnagyobb sztárjai emlékeznek Charlie Wattsra, a Rolling Stones kedden elhunyt dobosára a közösségi médiában. A csöndes, mindig elegáns Wattsot a legjobb dobosok egyikének tartották. A Rolling Stones zenekar Twitteren jelentette be a legendás zenész halálhírét, aki 80 éves korában hunyt el. Sir Mick Jagger és Keith Richards, a Stones még élő két alapító tagja, Twitteren és az Instagramon osztottak meg fotókat. Az énekes egy felirat nélküli képet osztott meg, Keith Richards képén pedig egy elhagyatott dobfelszerelés látszik zárva felirattal. A Stones egykori ellenlábasa, a Beatles frontembere egy rövid videóban nagyszerű fickónak és fantasztikus dobosnak nevezte Wattsot, aki szerinte szilárd volt, mint a szikla. Ez hatalmas csapás a Stonesnak, mondta Paul McCartney. Charlie fantasztikus dobos volt, szeretlek Charlie, mindig szeretni foglak. A Beatles dobosa Ringo Starr, aki maga is 81 éves, megrendítő képet posztolt saját magáról és Wattsról. Sir Elton John szerint a dobos stílusos férfi és brilliáns társaság volt. Watts a Rolling Stones legnyugodtabb, legzárkózottabb tagja volt. Még azelőtt nősült meg, hogy az együttes befutott volna, és haláláig a feleségével élt, egy lányuk született.